Dr. Halmosi Zsolt rendőr-vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány helyettes az év iskola rendőre elismerésben részesítette Tóth Éva rendőrszázadost a Karcagi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának kiemelt fővizsgálóját. A díjat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányságon Szitár Ferenc rendőrezredes rendészeti rendőrfőkapitány helyettes adta át részére. Én 1994. augusztus 1-én szeretem fel a rendőrséghez, akkor Törökszent Miklóson kezdtem, onnan átkerültem Tiszafüredre, és 2016-ban kértem át magam ide a Karcagi Kapitányság közlekedés rendészeti osztályára. Amikor én felszálltam, akkor közlekedési járőr voltam, de a közlekedés mindig jobban csalogatott. Sikerült át elhelyezkedni, mint baleseti helyszínelő, és azóta ezen a vonalon dolgozom. Megmondom őszintén, hogy amikor én gyerek voltam, akkor a Rinda film akkor népszerű volt, és hát annak hatása is benne volt az, hogy ezt választottam, ezt a szakmát. Minden ügynek megvan a maga szépsége és hátránya, sosincs egyforma ügy, ezt mindig elmondjuk, hogy nem lehet felkészülni semmire, mindig váratlan dolgok adódnak, nincs egyforma baleset sem. Gyerekekkel nagyon jó foglalkozni, nagyon kedvesek a gyermekek is odafigyelnek, hogy mit mondok, szeretik az előadásokat, érdekesnek találják, több pozitív visszajelzést is kapta már mind a gyermekektől, mind a pedagógusoktól. Az Országos Rendőrfőkapitányság 2008-ban indította el az iskola rendőr programot, amelynek célja az volt, hogy lehetőség szerint minden általános iskolának legyen egy iskola rendőre, aki közvetlen kapcsolatban áll az iskola vezetésével és a diákokkal. 2008-ban indult az ORFK, az iskola rendőr programját, amiben próbálnak minden általános iskolába iskola rendőrt szervezni, akik segítik az ott dolgozók, tanárok, pedagógusok munkáját. Legfőképpű megelőzés és baleset megelőzés a cél. Jó, a kis településeken főleg fontos ez a rendőri munka, hogy ott a tanárok, pedagógusok előszeretettel keresik meg a kollégákat, segítséget kérnek, hogyha bármi gyerekkel viselkedésre probléma van, nem csak a rendőrséggel kapcsolatos baleset és bűnmegelőzési oktatások megtartásában. Nagyon jó kapcsolat van a iskolarendőrök és a tanárok, illetve az erre kijelölt személyek között. Minden évben próbálunk megtartani kerékpáros közlekedési versenyeket. Sajnos ebben évben a vírus miatt ez elmaradt. Reméljük, hogy jövőre tudjuk mindenhol ezt pótolni. Tóth Éva elmondta, kikapcsolódásként szeret sütni, 3 éve cukrásztanfolyamot is elvégzett. 3 éve elvégeztem egy cukrász tanfolyamot, úgyhogy megvan a cukrász végzettségem. Ez kikapcsolódás szintjén jött, gyermekemnek születésnapjára készítettem az első tortát, és utána ez megfogott ez a tevékenység, és mindenféle csatornán próbálok fejleszteni a képességemet.